Nincs semmi bajom a Fidesszel, csak az, hogy létezik. Ön szerint milyen ma Magyarországon nyugdíjasnak lenni? Azt mondta Borbé Szilárd, ez a cseppeli polgármester, a boldogság. Én kívánom neki, hogy most legyen nyugdíjas, és éljen meg annyiból, amennyi nyugdíjasnak van. Réges-rég nem a nyugdíjasokkal foglalkoznak, hanem a másik párt nyugdíjas politikájával. És szígyák egymást, ez a bizonyos vona, ő is beszélt, aztán másik kikéri magának, szóval gyönge dolog ez. Bejártam 15-20 várost, Pesten is voltam, főleg Csepelen, és hát nagyon kevés vigaszt látok, és ha a Fidesz nyer, ami adja valószínű, akkor nem nagy változások lesznek. Melyik az a párt ma Magyarországon, amit ön tudna támogatni? Van ilyen? Nincs. Még a körvonalaiba sem látszik. Rendszerváltás óta volt azért szavazni, vagy egyáltalán nem volt? Rendszerváltás óta voltam szavazni. Valaha 94-ben én írtam az MSZP programját, illetve én fogalmaztam meg, mert hát a kidolgozott szempontok voltak. Aztán a honnal is összerúgtam a port, és azóta semmilyet. Azóta nincs is se a jobb, se a bal oldalon igazán komolyan vehető politikus. Akkor Von Gyulával meghalt az FB is. Tessék? Von Gyulával meghalt az FB is. Igen. Ott igen, azóta nem jött senki. Jobb oldalon, hát ott meg a folyamatosan van az Orbán, most már nem tudom, 14 éve vagy mióta politizál, és ja, jó az országnak, nekem semmi kifogásom ellen. Szóval én tisztelem a nép akaratát, és nem lehet azt mondani, hogy a Fidesz csalással nyer a szavazatokon, szavazásokon. Vannak ilyen kisebb dolgok, de annyi mindenütt van. Ellenzéki térfelen akkor semmi pozitívumot nem lehet a jövőre nézve? Semmi.